Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról résztvevőket. Nagyon örülök, hogy megtiszteltek minket a jelenlétükkel. A Problem Prevention Holding, röviden a PPH, a Hunor Trade Részvénytársaság, a Nyílt Akadémia és a Tanoda 2000 Kft. Közös rendezvényén vagyunk. Én Csonka Erzsébet vagyok, Rákóczi falváról érkeztem, a PPH egyik igazgatója. Először is megkérem Önöket, hogy kapcsolják ki a telefonjaikat, vagy némítsák el. Köszönöm. Érdemes jegyzetelni, megkérem Önöket, ha bármi kérdésük, vagy megbeszélni valójuk lenne, írják fel, és a végén lehetőségük lesz, hogy választ kapjanak. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára, sőt, nálunk mindenki tegezi egymást, kortól nemtől függetlenül. Mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkócs és boldogság specialista, szervezetünk alapítója, vezetője és tanítója fogja tartani. Ő az egyik legismertebb mesterkócs, személyiség és képességfejlesztő szakember. 1984 óta Budapesten él családjával, feleségével Mariannal. Boldog, kiegyensúlyozott családi életük van, két fiú gyermeket neveltek fel. 1987 óta foglalkozik emberekkel, 1991-től szervez embereket, és azóta van saját szervezésű csapata. 1993-tól vezet embereket. Több pénzintézet vezetője is volt a múltban. 1996-tól kezdett a spiritualitást felé nyitni. Jelenleg Magyarország egyik legnagyobb független spirituális szervezetének a vezetője. Irányításával 4 különböző területen lett piacvezető. Nincs még egy olyan ember Magyarországon, akinek a vezetésével 4 különböző területen lett egy szervezett piacvezető. Vezetésével több százezer ember vett igénybe valamilyen életjobbító lehetőséget. Személyesen sok tízezer ember képzésében és vezetésében vett részt. Ő nem egy olyan tanító, aki úgy akar az embereken segíteni, hogy az élete közben romokban hever. Csak olyan dolgokat tanít, amit használ is. A vezetőnk több különleges médiumi képességgel rendelkezik. Küldetése az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni. Azért, hogy bekerülhessenek az aranykorba. Szeretném megkérni vezetőnket, Szedlacsik Miklós mesterkócsot, hogy jöjjön és tartsa meg a mai képzés nekünk. Azt lehagytam? Mert föl akartam hozni. Köszönöm. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, és szeretettel köszöntelek benneteket. Ugye innen a Lourdi házból, élő közvetítésben. Szeretném megkérdezni, hogy ki az, aki nem elégedett azzal, ami felé halad a világ? Mi baj van a világ haladásával? Rossz irányba halad? Tudatlanság, szeretet nélküliség, etikátlanság, elnyomás, irigység, micsoda? Tétlenség. Hatalom, éhség. Koronavírus, igen. Hát csak minden szokott lenni. Jó, tehát nem vagyunk elégedettek. Szerinted mi várható, ha ebbe az irányba alatt tovább a világ?
Semmi jó? Romlás? Hát jó lenne tudni az embereknek, hogy hogyan működik az ember, nem? Vagy mondjuk, hogy hogyan működik az élet. Nem? Tehát az emberek tudják, hogy hogyan működik az élet. Nem jellemző. És hogy mik a legfőbb alapelvek a Földön? Tehát ilyen alapvető alapelveket sem ismernek emberek, nem? Mint például az etika. Na, lehet mondani, Miklósnak ez a epje. Tudjuk, hogy mi az értelme az életnek? Mi már kapizsgáljuk, de a többiek? Azt se tudják. Fejlődés. Nem lenne könnyebb és boldogabb az életed, ha ezeket tudnád? Nem? Na nézzük meg gyorsan, hogy mit is csinálunk, jó? Csak hogy ne felejtsük el. Az embereknek eljutatjuk azt a tudást, képességeket és gyakorlási lehetőségeket, hogy az embernek fontos, hogy gyakoroljon, mert hiába van tudás, hogyha nincs gyakorlási lehetőség, amelyek által olyan élet és emberismerethez jutnak, hogy képesekké válnak az élethelyzeteik helyes kezelésére, a problémáik megelőzésére, illetve megoldására, a célok elérésére, továbbá az emberek és az élet jobbítására, és a lelki fejlődésre is. Így az emberek képesekké válnak, ha ezeket tudják, akkor szeretetben, békében és boldogságban élni. És ha az emberek szeretetben, békében és boldogságban élnének, akkor a Földön már aranykor lenne. És ugye mi azért tesszük a dolgunkat, hogy szeretet, béke és boldogság korszaka következzen be a Földön. Tehát, hogy a Földön aranykor lehessen. És ez nem utópia, hanem ezt meg kell csinálni. És ugye nekünk mérték ki ezt a feladatot, mert itt van meg minden lehetőség arra, és tehetség arra, hogy ezt megcsináljuk. Tehát ugye egy fontos célunk az emberek lelki fejlődése az aranykorba jutáshoz. Tehát olyan lelki szintre kell felkerülni, hogy bárki, aki felkerül arra a szintre, akkor bekerülhessen az aranykorba. És ahhoz kapcsolódó fontos teremtői üzenet, akik nyitottak a szellemi lelki fejlődésre, a tudatosodásra, tehát még egyszer, tehát akik nyitottak a szellem és lelki fejlődésre, a tudatosodásra, azok azért születtek erre a földi létre, mert az aranykor létrehozásában részt kell venniük. Ugyanis aki ezt nem teszi, az nem éli meg az aranykort. Tehát ugye én tapasztalom azt, hogy ugye nem átlagos képességű emberekkel tevékenykedek, tehát ti nem átlagos képességűek vagytok. És az átlagos képességű ember azt gondolja, hogy bármit megtehet, annak komoly következménye nem lesz. De én azt tapasztaltam a nem átlagos képességű embereknél, hogy nem tehetsz meg bármit.
Tehát a cselekedeteidnek olyan következményei vannak, mert a nem cselekvés is cselekvés, és a cselekvés is cselekvés. Tehát annak olyan következményei vannak, ami, ha pozitív az a cselekvés, akkor pozitív következményei vannak. Ha negatív, akkor negatív következményei. Tehát itt vagy átlag felül, feletti képességekkel, és én több olyan emberrel találkoztam már, sok olyan emberrel, akinek a képességei átlag felett voltak, és nem élt a képességével, és ezért rosszabb helyzetbe került. Ez lehet ez a rosszabb helyzet, ez betegség, vagy lehet baleset, vagy lehet anyagi probléma, vagy családi probléma. Tehát most mindegy ebből a szempontból. Tehát az ember a képességeit nem azért kapja, hogy ne használja. Tehát egy olyan ember, aki nyitott a szellemi dolgok irányába, annak az a dolga, hogy fejlődjön. Tehát ugye minden ember azért született ide a bolygóra, mindenki kivétel nélkül, hogy fejlődjön, tehát tanuljon, használja a tanulást, tehát a tudást, és átadja lehetőleg minél több embernek azt, amit tud. Na most, hogyha valaki már egy fejlettebb lényként van itt a Földön, szellemileg fejlettebb lényként van a Földön, akkor nem az anyag terén kell csak ezt a három lépést megtennie. Mert az anyag terén ezt úgy hívják általában, hogy valamilyen szakma. Hanem az élet és az ember működése terén kell ezt megtennie. Tehát, hogy tanul, használja a tudását, és átadja majd másoknak is a tudását. Na most gondolj bele, hogy életedben már sok tevékenységet végeztél, nem? Hát az is egy tevékenység, hogy mondjuk kimész kapálni a kertbe, az is egy tevékenység, hogy végzed a 8 órás munkát, amivel a jövedelmedet keresed, az is tevékenység, ha elmosogatsz otthon, nem? Tehát elég sokféle tevékenységet végeztél már életedben. Nem így van? És mindnyájunk. Na most, ha megnézed mondjuk azt a folyamatot, hogy tanul, használja a tudását, és átadja a tudását. Tehát tanít. Gondold végig, úgy minden szempontból, tehát ilyen főleg így fizikai szempontból, vagy akár szellemi szempontból is. Hát melyik tűnik könnyebbnek? Mondjuk nekem az alapszakmám az autószerelő. Tehát ugye én gyakoroltam is a szakmámat, sőt letettem a mestervizsgát is, de aztán úgy szépen lassan abba hagytam ezt a szakterületet, de azért még hobbiszerűen otthon az autókat azért én bütykölöm. Ha rászorulnak természetesen. Hála Istennek olyan autók vannak, amire nem nagyon szorul rá, de az egy dolog. Na most, tehát akkor ugye, ha az a feladat mondjuk anyagi világban, hogy átadja, tehát tanuljon az ember, tapasztalatot szerezzen és átadja a tudását. És mondjuk át akarnám adni, mondjuk tételezzük fel az autószerelő tudásomat. Nyilván mondjuk vegyük azt, hogy mondjuk idáig autószerelőként dolgoztam volna, és most értem volna el azt, hogy autószerelőként átadjam a tudásomat másoknak. Na most szerinted melyik a fizikailag,
szellemileg könnyebb. Az, hogy én végig autószerelőként dolgoztam volna, szereztem volna jó sok tapasztalatot, és most átadnám a tudást, vagy az, ami most a fő tevékenységem, hogy átadom az embereknek az élet és az ember működéséhez szükséges tapasztalatokat, ismereteket, tudást. Mondjuk melyik a tisztább meló? Melyik az a foglalkozás, amelyikben az ember mondjuk többet ad, többet segít? Szerintetek? Hát nyilván, ha az embereket az élethez hozzásegítjük, akkor az több, mint hogyha mondjuk valakinek megjavítja az ember az autóját, nem? Mert ha nem én javítom meg, akkor valaki más megjavítja, nem? És akkor mi van? Ha nem te, akkor valaki más. Na most azért gondold végig, hogy itt a bolygón, mondjuk akár itt Magyarországon, ha megnézed, mert nyilván elsősorban most, ha te magyarul tudsz, akkor a saját környezetedben tudsz körülnézni. Ha Magyarországon élsz, akkor Magyarországon, ha valahol máshol, akkor abban a környezetben. Hány olyan ember rohangászik, aki tud abban segíteni az embereknek, hogy az életüket helyesen kezeljék? Hány olyan embert látsz, aki tud abban segíteni a környezetükben lévő embereknek, hogy jobban bánjanak más emberekkel? Nem jellemző, nem? De én, hogyha az egyik autószerelővel nem tudom megcsináltatni az autómat, akkor nem gond, megcsináltatom a másikkal. Nem? De hány olyan embert ismersz a környezetedben, aki afelé halad, mint te, hogy képessé váljon az embereknek átadni a tudást és képességet az élet és ember működése terén? Na most, ha megnézzük, akkor mit tudom én, 130 évvel ezelőtt még a Földön nem szaladgáltak autók. És mégis el voltak az emberek, nem? Nem? Persze, sok ember azt gondolná, hogy az fontosabb, hogy az autója jól működjön, mint saját maga. Nem? Na most azért jobban végig gondoljuk, főleg azok, akik már itt tanulnak, hogy melyik a fontosabb, hogy mi jól működjünk, mi emberek, vagy az, hogy az autónk jól működjön. És ma a Földön például, vagy akár itt Magyarországon, hányan tanulnak mondjuk autószerelést, és hányan tanulnak mondjuk emberi bánásmódot? Nem? Tehát mondhatnánk azt, hogy hát szégyen gyalázat, nem? Hogy az embereknek fontosabb egy eszköz, egy tárgy, mint saját maguk. Tehát fontosabb, hogy az autójuk jól működjön, mint hogy önmaguk jól működjön. Nem? Szégyen gyalázat, nem? Tehát, vagy például megnézzük azt, hogy sok ember azért nem boldog, mert nem boldog a párkapcsolata, nem? Nem így van. Tehát mondjuk a férfiak tudnák azt, hogy hogyan bánjanak a hölgyekkel, a hölgyek meg tudnák azt, hogy hogyan bánjanak a férfiakkal, akkor lehet, hogy boldogabb párkapcsolatokat tudnának megélni, nem? Nem így van?
Tehát mondjuk az, hogy egy párkapcsolat jól működjön, az talán fontosabb lenne, mint hogy az embernek az autója jól működik, nem? Nem így van? Vagy például ott vannak a gyerekek. Egyáltalán nem mindegy, hogy egy szülő hogy neveli fel a gyerekét, nem? Hogy utána a gyerek saját életében hogyan állja meg a helyét, vagy pedig ilyen félbénán, rászorultan, a szülőkre egy életen keresztül rászorultan működik. Mert nagyon sok gyerek most úgy működik, hogy már, mit tudom én, már lassan nyugdíjba megy, de még mindig rászorul a szüleire. Nem? Hát most gondold vele, mennyivel fontosabb az, vagy melyik a fontosabb az, hogy az embernek az autója jól működjön, vagy az, hogy a gyereket jól nevelje. Hát gondold végig. És a gyerek az képes legyen önállóan boldogulni az életében. Nem? És csak ilyen alap dolgokat mondok, amit úgy általában érinti az embereket. És akkor még hol vannak olyan dolgok, hogy mit tudom én, hogyan bánjunk a munkánkkal? Hát a legtöbb ember a munkáját nem élvezi, hanem nyűgnek tekinti. Nem? Tehát ha megnézzük, ugye az emberek nagy része a munkájával többet foglalkozik, mint bármi mással. Nem? És azzal, amivel foglalkozik, nem jól bánik. A legtöbb ember. Tehát az ember ott boldogtalan, amivel nem tud bánni. Ezt érdemes lenne felírni. Tehát az ember ott boldogtalan, amivel nem tud bánni. Amivel tudsz bánni, és jól bánsz, ott azon a területen nem vagy boldogtalan. Érted? Tehát, hogyha bármely területén az életednek nem úgy bánsz, hogy kell, vagy boldogtalanságot érzel, itt van ez a 10 életterület, ha bármely területen boldogtalanságot érzel, akkor te azzal a területtel nem tudsz bánni. Világos ez? Tehát bármelyikkel. Ha nem vagy boldog bármelyik területen, akkor azzal te nem tudsz bánni. És akkor gyorsan, minél többet kellene tudnod arról a területről. Minél több tapasztalatot kellene elsajátítani azon a területen. Mert hiába tudsz, ha mégse élsz meg dolgokat. Tehát nem elég az, hogy tudsz, meg kell élni dolgokat. Tehát a tapasztalatot az eredményezi, hogyha a tudásodat hasznosítod, tehát meg is élsz dolgokat. Tehát ugye én miért értem meg sokkal több dolgok, miért van sokkal több tapasztalatom, mint a legtöbb embernek? Nem azért, mert sokkal több dolgot kellett megélnem, mint neked. Hanem azért, mert nekem sokkal több rálátásom volt emberek életére, mint neked. Érted? Hála Istennek, hogy nem kellett minden rálátást megélnem. Tehát én tudtam úgy is tanulni, hogy ráláttam emberek életére. És ha most neked nehéz az életed, nehézségként éled meg az életedet, akkor te még nem láttál nehéz életeket. Érted? Tehát akkor még te nem láttál nehéz életeket. Tehát meg kellene, ha elégedetlenkedsz, meg kellene ismerkedni tényleg nehéz életekkel. És akkor azt mondhatnád magadnak, hogy jaj, de boldog vagyok, hogy ilyen életem van. És nem olyan, mint nekik, vagy neki. Érted? Tehát, ha csak annyit mondok, hogy emberek panaszkodnak, hogy mit tudom, hideg van. Én akkor mindig azt szoktam mondani, most gondolj bele Szibériában milyen hideg lehet. Ha emberek azt mondják, hogy jó, milyen meleg van, akkor azt szoktam mondani, hogy gondolj bele a sivatagban milyen meleg van Afrikában.
És akkor már rögtön jól érzi magát az ember. Érted? Ahhoz képest, hát itt hol vagyunk? Oké? Nincs elég pénzem, akkor nézd meg a Földön, legalább az emberek 70%-ának kevesebb pénze van, mint itt bárkinek. És akkor te elégedetlenkedsz a pénzzel kapcsolatban. Érted? Tehát a bolygón legalább a 70% rosszabb anyagok körülmények között él itt, mint bárki. Világos ez? Tehát tudni kell örülni annak, amiben az ember van. És nyilvánvaló, hogyha az ember benne van egy viszonylag rossz élethelyzetben, akkor tudod, mit csinálj, hogy kijöjj gyorsan abból az élethelyzetből? Nézz rá egy még rosszabb élethelyzetre. És akkor azt mondod, hogy jaj, de jó, hoppá, jaj, de jó, hogy nem az én élethelyzetem az. Érted? Tehát itt vagyunk, és ezek fő kérdések, ez a 10 életterület. Ez bármelyik életterületed, de probléma van, bármelyiken van probléma, az kihat a többire is negatívan. Gondold végig. Ha önmagaddal gondod van, minden területre kihat. Pároddal gondod van, minden területre kihat. Bármelyiken mehetünk végig, a további területekre kihat. De ha az ember tudja ezeket a területeket helyesen kezelni, akkor már egy probléma, nem feladat. Tehát nem feladat az, amit, vagy nem probléma az, amit meg tudsz oldani. Erről ma már többször beszéltem. Jó? Tehát nem probléma az, amit meg tudsz oldani. Az a probléma, amit nem tudsz megoldani. És azért nem tudsz megoldani, mert nincs tudásod, vagy nincs tapasztalatod. Érted? Nekünk van egy előnyünk ebben a közösségben. Itt koncentrált tudás van, és koncentrált tapasztalat. Mert a tudás az bemegy egy közös tudás adattárba. A tapasztalat bemegy egy közös tapasztalat adattárba. Érted? És abból tudnak az emberek meríteni. Tehát nem feltétlenül kell megélni mindent, hiszen megélte más, és annak a tapasztalatából lehet meríteni. És ez egy csodálatos dolog, hogy nem kell mindent megélni. Tehát lehetőség van mindenki számára, hogy legyen saját csapata. Vagy lehetősége van, ha olyan problémája van, akkor olyanhoz forduljon, aki abban már tud segíteni, mert van tapasztalata. Mert esetleg neki volt már csapata, illetve van csapata. Menjünk vissza. Tehát, ha te nyitott vagy, akkor nem akárki vagy. Tehát, ha nyitott vagy a szellemi-lelki fejlődésre, a tudatosodásra, akkor nem akárki vagy. Akkor te nem egy átlagember vagy. Hanem azért születtél le, mert van egy kihívás most itt, egy olyan program, amit meg kell csinálni. Ez a kihívás pedig az, hogy ezen a bolygón aranykornak kell lenni. És ezt az aranykort létre kell hozni. Jó? Tehát ami annyit jelent, hogy minden áron létre kell hozni ezt az aranykort. És ez az aranykor ezen a bolygón létre fog jönni. Vagy veled, vagy nélküled. Jó? Ezt meg lehet mondani az embereknek akár. Hogy vagy veled jön létre az aranykor, vagy nélküled jön létre. Akkor is létre fog jönni. Ami azt jelenti, hogy mi az, hogy nélküle? Hát aki nem akarja, hogy létrejön az aranykor, nem akar ennek részese lenni, azt kivonják a forgalomból. Ennyi. De csak az kerülhet be az aranykorba, megnézed, vissza, aki képes arra, hogy szeretetben, békében és boldogságban éljen. Tehát képes erre.
Hát ahhoz, hogy az ember szeretetben, békében és boldogságban éljen, tudás és tapasztalat szükséges. És ugye mi vagyunk az egyetlen szervezet a bolygón, ahol az élet és az ember működéséhez át tudjuk adni nem csak a tudást, hanem a módszereket is. Na most ezen a bolygón nem lesz aranykor, ha nincs kellő lélekszám. Ahhoz, hogy aranykor lehessen. Oké? Okay? Tehát mi van, elmesélem, mi van akkor, hogyha itt nem lesz aranykor. Akkor ezt megszüntetik, ezt a bolygót, szó szerint fölrobbantják, tehát szétrobbantják, kimentik azokat az embereket előtte, akik megérdemlik, és átviszik egy olyan bolygóra, ahol már aranykor van. Oké? Okay? És kik közé viszik át? Ilyen emberek közé, mint mi vagyunk. Tehát van egy olyan bolygó a világegyetemben, párhuzamosan, ahol már aranykor van. És oda kimentik őket. Kész, ennyi. Oké? Okay? De csak azt, aki képes arra, hogy szeretetben, békében és boldogságban éljen. Na most, tehát az a cél, hogy az emberiség olyan szintre vigye föl a bolygó rezgését, hogy kimenjenek az olyan lelkek erről a bolygóról, akik alacsony rezgésűek. Na most ezen a bolygón rengeteg alacsony rezgésű lélek van. Nem az emberekről beszélek. Tehát olyan lelkek, akik nem emberi testben vannak. Sőt, olyan lelkek, akik még nem is testben vannak. Jó? Tehát azok közül több olyan van, de egy típusú faj olyan van, azért mondom, hogy faj, mert nekik testük is van, amelyik meg akarja szerezni a bolygót. Világos ez? Na most ők olyan szinten befolyásolnak bizonyos embereket a bolygón, hogy afelé megyünk, hogy ők át tudják venni a bolygón a hatalmat. Világos ez? Tehát magyarul az emberiség egy jó része segíti ezt a hatalomátvételt. Ezek az etikátlan emberek. Jó, a gonoszok. Tehát a rossz emberek. Tehát a rossz emberek pont azt segítik, hogy ezen a bolygón negatív hatalom, tehát negatív energiájú hatalom átvétel történjen. Na most emiatt, hogy ez ne történjen meg, emiatt kell a bolygót szétrobbantani, akkor, ha ez az eset fennáll. Világos ez? Tehát a naprendszer jelenlegi urai nem fogják engedni azt, hogy ezt a bolygót fogja és átvegye egy másik hatalom. Világos ez? Na most, van másik megoldás. A másik megoldás az, hogy ennek a bolygónak a rezgését senki más nem tudja fölemelni, csak az emberiség. Ehhez ugye leküldik a lelkeket, és az a feladatuk a lelkeknek, amit itt mutattam. Olvasd el. Létre kell hozniuk az aranykort. Az azt jelenti, hogy föl kell emelni a saját rezgésüket az embereknek. A saját rezgést csak úgy lehet fölemelni, hogyha képesek vagyunk az élethelyzeteinket helyesen kezelni. Nem tudjuk másként. Ha az ember tele van problémával, nem képes a magas rezgésre. Világos ez? Tehát mi emberek meg kell, hogy csináljuk, hogy felemeljük a saját rezgésünket, sőt, hassunk ezekben más emberekre is. Tehát segítsük, hogy ők nekik is emelkedjen a rezgésük. Világos, de nekik is úgy fog emelkedni a rezgésük csak és kizárólag, hogyha tudják az élethelyzeteiket helyesen kezelni. Világos ez? És ha minél többen magas rezgésűek lesznek a bolygón, akkor egyszerűen olyan magas lesz a bolygó rezgése,
az emberek miatt, hogy ezek az alacsony rezgésű itt lévő lelkek egyszer nem bírják ezt a magas rezgést, és önként távoznak. Világos ez? De ha nincs annyi fő, aki ennek a bolygó rezgését meg tudja emelni olyan szinten, érted? Mert gondolj bele, itt van 8 milliárd ember. 1 millió ember nem tudja fölemelni a bolygó rezgését olyan szintre, mert ez a 7 milliárd 999 millió megcsökkenti a bolygó rezgését. Világos ez? Akkor nem tudnak más csinálni, mint egyszerűen szétrobbantják a bolygót. Érted? Tehát a kisebbik veszteséget fogják megcsinálni. Vagy megcsináljuk azt, hogy átadjuk az embereknek a tudást, ezáltal az élethelyzeteiket helyesen kezelik, és elkezd emelkedni a saját rezgésük. És ezzel példát mutatnak a környezetükben. És segítenek másoknak is, hogy az élethelyzetéket helyesen oldják, megoldják, és emelkedjen a rezgésük. Világos ez? Honnan tudom ezeket? Először is ott kezdődött a dolog, hogy régóta tudom, hogy van valami különleges kapcsolatom. De én erről úgy komolyabb tájékozódásom nem volt. És akkor egyszer volt egy álmomban egy látomás, ahol átadták ezt a feladatot. De nem csak nekem, hanem nektek is. Tehát ugye nekem az a feladatom, hogy minél több embernek legyen az a feladata, hogy vigyük az embereket az aranykorba. Jó, tehát nekem átadták ezt a feladatot, hogy ezt nekünk kell megcsinálni. Miért nekünk? Mert a Földön én vagyok az egyetlen olyan élő személy, aki az anyagi világ területén profi. A szellem világ területén profi, és az emberek szervezésében profi. Ebben a három dologban egyetlen egy ember vagyok a bolygón. Oké? Azért én kaptam meg. Mert nem lehetett így születni. Én ezeket mind a hármat megéltem. Tehát én képes voltam arra, hogy az anyagi világ terén három területen piacvezetői pozícióba vigyem a szervezetemet. Érted? És utána elérjem a szellemi téren is, hogy piacvezetői pozíciót töltsünk be. És 91-től szervezek embereket. És 91-től van saját szervezésű csapatom. És ez alatt mindenféle szervezési módszert kipróbáltam, ami csak létezik. Érted? És nem csak kipróbáltam, hanem kipróbáltunk. Ugye vannak olyan személyek, akik a 90-es évek közepétől dolgoznak velünk. Szóval a lényeg az, hogy azért én kaptam meg ezt a feladatot. De én egyedül semmit nem érek. Együtt érünk sokat. Világos az? Tehát együtt kell megcsinálni minél többen azt, hogy egyre jobbá és jobbá váljunk az életben, egyre jobban és jobban kezeljük az élethelyzeteinket, egyre jobban és jobban kezeljük az embereket, ezáltal egyre jobb rezgésünk lesz. Világos ez? És minél magasabb rezgésed van, annál jobb lesz az életed. És minél több magas rezgésű ember van a bolygón, annál elviselhetetlenebb az alacsony entitások számára az itt lét a bolygón. Világos ez? És mennek önként, mert ugye a lelket nem lehet elpusztítani. Fogságba lehet ejteni a lelket, de elpusztítani nem. Oké? Szóval a lényeg az, hogy ezért csináljuk az egészet. Tehát van egy... Tehát gyakorlatilag, ami itt a Földön folyt az elmúlt 1,5 millió évben, az egy kísérlet volt. Az egy kísérlet. De a kísérleteket úgy szokták csinálni, hogy párhuzamosan van kontrollcsoport. Ugye erről már hallottatok, hogy
Amikor kísérleteznek, akkor csinálnak egy kontrollcsoportot is. Tehát két kísérletező csoport van. És akkor ugyanazt a kísérletet csinálják végig. És nem feltétlenül ugyanaz az eredmény jön ki, de a cél mindig ugyanaz. És ha az egyik csoport nem tudja ugyanazt az eredményt kihozni, ami a cél, akkor azt a kontrollcsoportot megszüntetik. Világos ez? És azt a kontrollcsoportot hagyják csak meg, amely azt a célt képviseli, és azt a célt éri el. Világos? És a másik, tehát az univerzumban másik kísérlet, ahol folyt, ott már megvan az aranykor. Oké? Tehát az az emberiség már megcsinálta az aranykort. Tehát ott már aranykor van. És mi meg itt tökölünk ezen. Oké? És hagyjuk, hogy ámítsanak minket a média. Tehát a média a legnagyobb ámító. Oké? És a média, az pedig a gazdagok kezében van. És a gazdagoknak nem az az érdekük, ami a tied. Jó? Maradjunk ennyibe. És akkor erről most nem is beszélek többet. Tehát lényeg az, hogy nagyon sokan azért születtek, hogy létrehozzák az aranykort. De beszülettél ugye egy olyan testbe, ami gyakorlatilag nem volt önálló. Tehát gondozásra szorult teljes egészében, nem? Sőt, anyai gondozásra szorult. Hát most gondolj bele, egy anyai gondozásra szorult testbe hogy rakhattak volna egy olyan lelket, amelyik hozza az előző életi tudásait. Fura lett volna, nem? Most gondolj bele, ha beleőrültél volna, hát ha most ezzel a tudással belaknának egy csecsemő testbe. Hogy éreznéd magad? Egy újszülött testbe, ebben ilyen tudásod lenne, és egy újszülött testbe meg beraknának ebben a tudással. Hát mit csinálnál? Hát szerintem belehalnál. Tudtél, hogy a legtöbbünk belehalna. Érted? Hát annál nagyobb fogság, rabság nem létezik, mint egy csecsemő testbe szorult tudatossággal rendelkező lélek. Érted? Hát az rosszabb, mint egy börtön sokkal. Oké? És akkor nyilván beszülettünk egy ilyen testbe, ezáltal ugye nem tudjuk, hogy mit vállaltunk létközi állapotban. De nálunk sok minden kiderül, hogy te mit vállaltál. Tehát körülbelül mondjuk 10 perc alatt bárkinek megmondom, hogy te mit vállaltál be. Mondom, 10 perc alatt. Tehát egy 10 perc, még lehet, hogy 10 perc elemzése kell hozzá, hogy megmondjam. Hogy te mit vállaltál be. Tehát az emberek még arra se vesznek energiát, hogy megnézzék, hogy ők mit vállaltak be erre az életre. Hát persze, én tudom azt, hogy az embereket megetetik azzal, hogy egy élet van, egy halál, tudod. Nincs ilyen létközi állapot, meg ilyen előző élet, meg ilyen... Ugye azt mondják ilyenekre, hogy baromság, nem? De akkor én helyetben megkérdezném, mikor valaki azt mondja, hogy baromság, megkérdezném azt, hogy és neked melyik a jobb? Tehát az, hogy egy életed van, egy halálod? Vagy az, hogy számtalan életet leéltél? És még számtalan életet le fogsz élni? Érted? Melyik a jobb? Hát ha neked az kell, hogy egy életed, egy halálod van, akkor tudod, mi fog történni? Most elmondom nektek, és ezt adjátok tovább. Jó? Tudod, mi fog történni? Az, hogy a legtöbb ember azt se tudja, hogy mi van akkor, ha meghal. Nem tudja. Ezáltal nem tudja, hogy mi a dolga a halála után. Nem tudja, hogy neki, mint lélek, ugye az egy természetes dolog, ha valaki meghal, akkor a lélek távozik a testből. Jó, és utána mi van? Nem tudja azt, hogy neki távozni kell a bolygóról is. Nem tudni,
Nem tudja azt, hogy neki föl kell menni egy gyűjtőhelyre. Nem tudja. És itt marad a Földön. És tudod, mit csinál? Kísért. Szó szerint kísértet lesz belőle. Tehát ezek a lelkek úgy lesznek, tehát olyanná válnak, hogy elfogy egy idő után az energiájuk. És akkor fogják és ráterepülnek élő személyekre. Érted? Tehát a legtöbb elhalt lélek, az ragaszkodik ahhoz a környezethez, amiben volt. Érted? És ott van évtizedek, évszázadok, vagy akár évezredeken keresztül. Abba a környezetbe. És ha lebontják a házat, akkor is ott marad. És fölépítenek egy új házat, és akkor is ott van. Érted? És akkor akik ilyeneket érzékelnek, akkor azt érzékelik, hogy ha most építettünk egy új házat, és valami itt nem stimmel. Mintha itt szellemjárás lenne. Vagy nézzük a másik esetet. Valaki meghal, mondjuk álmában. És mivel nem tanulta azt, hogy mi a dolga, ha meghal, ő azt hiszi, hogy álmodja tovább az álmát. Halálában. És álmodja tovább évtizedekig, évszázadékig, vagy akár évezredekig. Mert az álomban nincs idő. Ott nincs idő. Semmilyen álmodban nem volt idő. Érdekes módon az álmodban még nem nézted az órát sem, nem? Tehát nincs idő, álomban nincs idő. Nincs tér, nincs sebesség. Nem érdekes? Egyik sincs. Se tér, se sebesség. Az álmodban egyik pillanatban itt tudsz lenni, másikban ott. Na most képzeld el, tehát ők nem tanulták, hogy mi van halál után, tehát hogyha meghal az ember. És akkor simán álmodik tovább, mármint azt hiszi, hogy álomba vagy. Van. Közben nem álomba van. De az álom meg az a lét, amikor az ember kilép a testéből, mert meghalt, az gyakorlatilag nagyon hasonló. És ők nem tudják a különbséget. Ő nem tudja, hogy meghal, és akkor itt kísért. Érted? Tehát magyarul megkérdezett tőle, te kísértet akarsz lenni? Jó életcél. Tehát ugye feladatunk az is, hogy megnyissuk az embereket. Tehát meg kell nyitnunk. Tehát valaki ilyen materialista elgondolása van, hát gondolkodjon egy kicsit. Tehát gondolkodjon logikusan. Tehát számára melyik a jobb? A minden tudás vagy a semmit tudás? Hát mi a jobb? De most gondolj bele, mit tudom én, fogjuk és megcsináljuk az aranykort. Ugye ehhez van nem sok időnk, mert 16 évünk. Tehát nem túl sok. 15 évünk. Igen, mert 35-ig kell megcsinálni. Tehát van 15 évünk. Tehát 34. december 31-ig meg kell csinálni. Hogy bolygó szinten aranykor lehessen. De csak mondanék egy-két dolgot ilyenről, hogy nem lesz olyan, hogy hatalom. Tehát olyan nincs. Tehát nem lesz olyan, hogy állam. Az sincs. Nem lesz rá szükség. Nem lesz olyan, hogy miniszterelnök, meg miniszter, meg ilyenek. Nem lesz. Nem lesz olyan, hogy király. Ilyen se lesz. Jó, hát ez mind felejtős. Tehát az emberek a képességeik alapján teszik a dolgukat. Oké? Mondom, a képességeik alapján. Tehát ami a képessége, azon a területen kell tevékenykedni, illetve fog tevékenykedni. Körülbelül ez a tevékenység, ez ilyen másfél-két órát fog igényelni napi szinten. Jaj, de jó, akkor mennyit nyaralhatsz, mi?
Mennyi időt lesz a nyaralásra? Nem. Tanulásra, fejlődésre inkább. Tehát ugye vannak, akik elég régen itt tanulnak a Nyílt Akadémiánál. Na most, szerintem akik régebben itt tanulnak, nem tudják azt mondani, hogy itt nem hallanak mindig újat. Tehát a tudás tárház az kimeríthetetlen. Oké? Tehát ami azt jelenti, most mondok egy példát, jó? Na most, mondjuk az aranykor után az emberek már nem, tehát választhatnak, tehát amikor az aranykorban, na most nézzük meg először is, azt majd utána mondom ezt a gondolatot. Tehát itt van. Tehát akkor, igen, mutatom, akkor jutnak be az aranykorba, ha felküzdik magukat a hatodik lelki szintre. Tehát fel kell jutni a hatodik lelki szintre. Ahhoz, hogy valaki felkerülhessen nulláról, illetve nem nulláról, egyes, kettes szintről, felkerülhessen az aranykorba, ez 9 év. 9 év tanulás. Intenzív tanulás. Tehát az azt jelenti, hogy attól csinálhatja mindenki a dolgát, de heti szinten komoly tanulást eredményez. Tehát, ha ezt megcsinál, ráadásul még ettől ehhez a szinttől fölfele szükséges saját csapat. Tehát azt is tanulja az ember, hogy, hogy működjön együtt saját emberekkel. Na most, tehát feljut az ember ide a hatodik küldetés szintjére. Akkor alkalmas az aranykorba léthez. Tehát akkor be tud kerülni az aranykorba, mert az a lét már azt jelenti, hogy képes szeretetben, békében és boldogságban működni. Majd az aranykorban tovább kell lépni egy szintet, a beteljesülés szintjére. Ez egy kicsit macerásabb, oda feljutni, megmutatom, hogy miért, jó? Hát mert, hát csak mutatom. Jó, és akkor mindjárt átváltok. Azt mondja, hogy itt van. Jó, és akkor ezt becsukom egy rövid időre, megnézzük, hanyadik oldalon járunk, 8. Jó, és tehát az aranykorba itt ezeken a szinteken kerül be az ember. Látjátok? Tehát ez a hangulat. Tehát ahhoz egy ilyen 3-5-4-es kell, hogy az aranykorba bejuthasson az ember. És utána, hogy feljuthasson az ember a küldetés szintjére, pedig föl kell jutni a 40-es, nem a küldetés szintjére, bocsánat, a beteljesülés szintjére, fel kell jutni a 40-esre. Tehát nyilván nézed, ez 4-es. Tehát 4-es energiaszintek. Tehát mitől még mondjuk a legtöbb ember, aki itt tanul, az valahol itt van, ezeken a szinteken, amit most látsz. És 9 év kell ahhoz, hogy följussanak a 4-esbe. És utána a 4-esből kell följutni a 40-esbe. Jó, könnyebb lesz, mert nincs elnyomás. Tehát az aranykorban nincs elnyomás. De akkor is 10-szer annyit kell, vagy 15-ször annyit kell fölmenni. Érted? Hangulatba. Hoppá. Nem kis feladat, de mondom, azért könnyebb, mert nincs elnyomás. Tehát nincsenek elnyomók. Oké? Na most akkor nézzük tovább. Tehát az ember, ha följut ide a létderűs nyugalmába, akkor igen,
Tehát bejut a lét derűs nyugalmába, tehát eljut a választható helyzethez. Tehát az azt jelenti, hogy választhat, hogy visszajön segítőnek ide a földi létbe, vagy beszületik már nem földi létbe. Hát milyen lét van? A legalsó nem földi létforma számunkra elérhető létforma az az angyal. Az a legalsó. Az angyal, akinek nincs teste, de választhat testet, csak jellemzően nincs test, és csak mint lélek működik. De képes arra, hogy lélekként mozgassa az anyagot. Magyarul nincs fizikai teste, és mégis képes mozgatni az anyagot. Na akkor kérdezem, hol tartasz még ehhez? Tehát van mit tanulni, nem? Tehát, hogy az ember képes legyen, mint lélek, mondjuk az anyagot mozgatni. Érted? Tehát az angyalok azt csinálják, hogy összerendezik a dolgokat. Létrehozzák a dolgokat, úgyhogy nincs fizikai testük. Oké? Na most, egy magasabb szinten már arra képes egy lélek, hogy anyagot teremtsen. Tehát, hogy létrehozza a periódusos táblázat anyagait. Simán, gondolati energiával. Na most akkor gondolj bele, mennyit kell ahhoz tanulni, hogy egy lélek erre legyen képes. Majd utána egy még magasabb szinten képes arra, hogy ezt úgy összerakja, hogy ebből mondjuk egy bolygó összeálljon. Vagy egy nap. Vagy egy naprendszer összeálljon. Nyilván ezt már nem egyedül csinálja, hanem társakkal. Akkor mennyit kell ezt tanulni szerinted? Tehát a világegyetemben folyamatosan folyik a teremtés. Attól, hogy mi nem tudunk róla, hogy ez így van, attól ez így van. Hát ha megnézed, a bolygón is folyik az anyag. Olyan szintű teremtése, hogy átalakítása. Folyamatosan folyik. Tehát most ez azt jelenti, hogy az embernek, illetve a lelkének van egy fejlődési útja. Tehát ha te nyitott vagy, vissza megyünk ide. Nyitott vagy a szellemi, lelki fejlődésre, a tudatosodásra, azért születtél ide, ebbe a földi létbe, mert az aranykor létrehozásában részt kell vennünk. Vennünk közösen. Tehát, hogyha ezt nem teszed, akkor nem teljesíted a küldetésedet. Tehát ezt tudjuk jól, akik itt a rendszerünkben vannak és itt tanulnak, hogy ez úgy működik, hogy éreztél egy belső indítatást arra, hogy nem elég az az információ, amit neked átadnak, vagy átadtak az iskolákban. Vagy nem elég az az információ, amit a tévében nyomatnak. Tehát neked több kell. Tehát valami olyan belső indítatás, hogy elkezdtél nyitottá válni a nem kézzelfogható, úgy is lehetne mondani, egy kicsit földön túli dolgok iránt. Nem így volt? Mert így volt. Pont így volt. És azok a személyek, akikben ez megvan, azok nem átlag emberek. Jó lenne, ezt tudnád magadról. Tehát ez azt is jelenti, hogy te nem átlag ember vagy, akkor előbb-utóbb el kellene érni, hogy ne átlag emberi életet élj. És akkor nézz körül, hogy az átlag mit csinál. Jó? Ha megnézed, hogy az átlag mit csinál, biztos, hogy te azt akarod csinálni, amit az átlag csinál.
És most nem kell, hogy felsoroljam, hogy mit csinál az átlag, jó? Te nézz körül az átlagot, nézd meg. Mit csinál az átlagember? Biztos, hogy te azt akarod csinálni, amit az átlagember csinál. Én sose akartam azt csinálni, amit az átlagember csinál. De bennem gyerekkoromtól volt egy ilyen késztetés. Én mindig kilógtam az átlagból, mindig. Ugye elmondtam a képzés során már óvodáskoromtól. De mondom, te nézz körül. Biztos, hogy az átlag emberek életét akarod élni? Biztos? Hát nézd meg, mit csinál az átlag ember. Na, szedjük már össze, mit csinál az átlag ember. Ne én mondjam, jó? De úgy mondjad, hogy halljam is. Eszik, iszik, alszik, igen. Mit csinál? Tévézik, igen. Mit csinál? Panaszkodik, így van. Nyaral, így van. Kételkedik, igen. Fél, igen. Irigykedik. Vásárol, így van. Hazudozik. Etikátlankodik. De várjál, nem mondtatok még valamit. Az átlag emberek például azt mondja, hogy hazamentem, ünnepeljük meg, hogy vége a munkának. Igyunk! Nem vizet? Nem? Oké. Ez az átlag. Miért nem ezt csinálja az átlag? Sőt, most már azt lehet mondani, hogy átlagos ember az, aki nőként iszik. Ha nem is alkoholista, de azért valamilyen szinten nem veti meg akár a töményet. Bizony. Oké? Tehát most mondom, nézzétek meg, mit csinál. Mondjatok még átlagemberi dolgokat. Betegeskedik az átlagember, így van. Ja, igen, tartsunk 10 perc cigarettaszünetet. Így van, az átlagember dohányzik. Politizál az átlagember, nagyon jó. Tessék? Jobban tudja a politikát, bárkinél. Ja, jobban tudja a politikát, meg a sportot is, nem? Bárkinél, főleg a férfiak, ugye. De azért az is érdekes, hogy például édesapám sose tudta elérni azt, hogy anyu kimenjen egy meccsre. Egy foci meccsre, apu szeretett foci meccsre járni, ezért ugye én is mentem vele gyerekkorba. Sose tudta rávenni, hogy anyu kimenjen egy meccsre. Hát most már ugye a feleségek kísérik a meccsekre a férjüket. Tehát most már a sportra nyitották kezdtek válni a nők is. Pedig régen kimentem a stadionba és körülnéztem, én nem nagyon láttam ott nőt. Tehát a hölgyek nem, ugye nem voltak nyitottak a sportra. A sport egyébként hűítő tényező. Ezt csak úgy mondom, a tömeg, nem a tömegsport, a versenysport. Tehát a versenysport. A versenysport az egy hűítő tényező. Avval hűítik az embereket. Jó? Csináljuk tovább. Mi az, amit még... Még az átlagember csinál. Mit csinál? Sakkozik. Nem mindenki sakkozik. Tessék? Bálványoznak? Hát azt is csinálnak, igen, bálványozik. Bizonyos embereket bálványoznak. Így van. Közösségi oldalakon a legbölcsebb. Ja, igen, közösségi oldalon nagyon bölcsebb. Ők szeretnek közösségi oldal megjelenni, mindenféle hülyeséggel, nem? Na mindegy, nagyjából összeszedtük. Biztos, hogy ilyen akarsz lenni? Tehát ez a normál működés? Hát gondold végig. Nem ez a normál működés. Oké? Tehát az a normál működés, hogy ezen az ember, ezeken a területeken, mindjárt mutatom. Lehetőleg minél jobban működjön, nem?
Ez egy normál működés. Tehát, hogy jól bánjon önmagával, a párjával, a szüleivel, a gyerekeivel, másokkal, a munkájával, a pénzzel, a környezetével, a hatóságokkal és a teremtővel. Nem? De az, hogy az ember ezekkel jól bánjon, hát valamit csinálni kell. Hát ez nem szakad ránk csak úgy, mint az eső. Nem? Tehát nem is úgy működik, mint a kosz, hogy ránk ragad. Hát ez csak úgy működik, hogy ezt, amit bennünk van itt a boltozat alatt, nem? Ezt gyarapítjuk ennek a tudásállományát, nem? Hát ez csak úgy tud működni. Tehát, hogy az ember tanul, fejleszt, informálódik, végig gondolja, hogy vajon az igaz-e, amit ott mondanak, nem? Tehát mi embereknek, tehát itt, akik itt tanulnak vissza. Hoppá, itt volt. Ja, ez nem. Itt. Hát azért tanultok itt, hogy tudjál másoknak segíteni. Érted? Tehát, hogy tudjál másoknak segíteni abban, hogy ő is fejlődhessen. Jó? Segíteni abban, hogy van egy élethelyzete. És ő még mondjuk nem tanulta itt annak a megoldását. Tehát tudjuk jól azt, hogyha egy ember problémákkal küzd, akkor nem tud fejlődni. Tehát minél hamarabb le kell küzdeni azt a problémát, hogy fejlődni tudjon. És ha már te tudod arra a megoldást, amire ő még nem tudja, mert nem tanulta, és neki probléma, akkor tudjál neki segíteni abban, hogy minél hamarabb leküzdje azt a problémát. Érted? És tudjon fejlődni. Tehát én azt tapasztalom, hogy az emberek segítése az, hogy képesek legyenek mondjuk egy élethelyzetüket akár éppen abban a helyzetben megoldani, az igen felemelő annak számára, aki ezt csinálja. Érted? Tehát mind annak számára, aki segít, és mind annak számára, akinek segít. Akinek segít ugye azért, mert képessé válik megoldani azt az élethelyzetet. Aki meg segít, az azért, mert ez egy jó érzés. És nem azért csináljuk, hogy valaki, mit tudom én, köszönetet mondjon, nem azért. Nekünk az a viszonzás, hogyha azt látjuk, hogy javul az élete. Érted? Tehát az a viszonzás, hogy azt látjuk, hogy jobban kezeli az élethelyzeteit. Tehát minket azt tölt el boldogsággal, hogy látjuk, hogy emberek jobban kezelnek dolgokat. Értitek? És ez maga egy óriási öröm annak, aki segít. Tehát látja az ember, hogy volt értelme annak a segítségnek. Érted? Tehát ugye nézzük, hogy van ez összeállítva. Mindjárt mutatom, mindjárt oda szaladunk. Itt van. Tehát ugye van 24 nagy témánk, jelenleg ez így van. Ezt a 24 nagy témát, ezt 36 hónap alatt adjuk át. Ami azt jelenti, hogy vannak két hónapos és egy hónapos képzések. És abból van 6 nagyon fontos téma, az első 9. Az alap. A többi is fontos, de ezek az alap. És az alapok alapja az etika. Az etika az 3 részből áll. Erkölcs, becsület, tisztesség. Még az etikának is az eleje ott kezdődik, hogy erkölcs. És ott folytatódik, hogy becsület, és utána jön a tisztesség. És akkor a
Az etika az egy két hónapos képzés, ahol az ember megismeri azokat az égi alapelveket, ami az etika jó működéséhez szükséges. Ezek az égi alapelvek, ezek végig vannak abban a két hónapban véve, hogy mit, hogyan érdemes csinálni. És akkor természetesen ugye mindenhez módszereket adunk. Tehát ezek a módszerek olyan, hogy konkrétan, hogy mit, hogyan csinálj. És ha az ember elkezdi az életét tisztességesebben, és egyre tisztességesebben, becsületesebben, és természetesen az alapoknál ott van az erkölcs, mint első lépés, élni, akkor észreveszi, hogy az élete az elkezd csak ettől az egy dologtól másként alakulni. Tehát ez ma úgy van, hogyha a bolygón ennek a két hónapos képzésnek a szabályait mindenki betartaná, már aranykor lenne. Már aranykor lenne. Tehát ez olyan mértékben meghatározza az ember életét. Szó szerint. Tehát ha megnézzük, egy etikátlan ember tud kellően szeretni? És egy szeretet nélkül igazából, ha megnézed, mit ér az élet? Hát nem sokat, nem? És szeretet nincs etika nélkül, érted? Nem lehet úgy szeretni embereket, hogy közben etikátlankodik az ember. Egy olyan ember, aki etikátlankodik, az csak mondja, hogy szeret, de igazából nem tudja csinálni. Világos? Tehát most gondold bele, hogyha az emberek szeretnék egymást, és mondjuk a legmagasabb szeretet az a feltétel nélküli szeretet. Mondjuk a feltétel nélküli szeretet alapján tudnák az emberek egymást szeretni. Akkor nem lenne olyan, hogy etikátlanság. Világos ez? Tehát ez a kettő összefügg. Tehát hogyha szeretetet akarunk létrehozni, akkor figyeljünk az etikára. Ha etikát akarunk létrehozni, akkor figyeljünk a szeretetre. Világos ez? Tehát ez oda-vissza működik, ez a két dolog. És akkor nézzük a következőt, nem véletlenül a második képzés. Az eredményes tanulás. Hát hiába akar az ember tanulni, ha ott vannak az akadályok. És azt mondja, hogy 2, 4, meg 7, vagy 4, meg 3, 7 akadály van, amit az embernek le kell tudni küzdeni. Tehát 7 olyan akadály, ami leküzdésre szorul, és az ember nem, nincs technológiája az akadályok leküzdésére, akkor nem tud tanulni. Tehát nem az a tanulás, hogy ott ülsz és magolsz. A tanulás az, hogy képes vagy használni a tanultakat. Világos ez? Tehát gyakorlatba átvinni a tudást. Tehát az elméletet átvinni a gyakorlatba. Ez jelenti a tanulás. És ahhoz, hogy, tehát amikor azt mondják, hogy valaki az iskolában képtelen mondjuk abban a tempóban tanulni, mint a többi, vagy sokkal rosszabb osztályzatokat visz haza, mint a többi, akkor egyszerű tanulás akadályai vannak. Tehát ő azért nem tud tanulni, mert ezeket az akadályokat senki nem küzdötte le. Értitek? Tehát senki. Tehát őnek ott vannak az akadályok, és az akadályok miatt egyszerűen képtelen tanulni. Tehát képtelen, hogy megjegyezze, és utána hasznosítsa azt a tudást. Tehát nem a szellemi képességeikkel van baj az embereknek. Tudod? Hanem azzal van baj, hogy az embereket még tanítani se tudják. És egyre rosszabb ez a terület. Tehát egyre rosszabbul tanítanak a tanítók. Tehát egyre több olyan gyerek van, amely tanulási nehézségekkel küzd. És azért vannak tanulási nehézségek, mert a tanulási akadályok nem lettek leküzdve. Világos ez?
Ránézek itt az órára, és tényleg valóban befejezzük mindjárt. Van az önismeret. Ez is egy elég fontos, hogy az ember megismerje saját magát. És ebben az önismeret témában van például a saját küldetésed, saját feladatod, ez két különböző dolog. Saját feladatod, saját küldetésed megismerése. És most három nagy témát mondtam el, és van még 21. Hát nyilván most nem fogom végigmondani, mert már nincs idő, bár szívesen tenném. De lényeg az, hogy olyan fontos témákkal foglalkozunk, például csak itt röviden, hangulatjavítás, személyiségfejlődés, elnyomásfeloldó. Tehát ugye ez az első hat. Hogy képes legyen az ember az elnyomókat kezelni, illetve felismerni. Tehát a legtöbb ember azért boldogtalan, mert nem tudja, hogy a környezetében vannak olyan személyek, akik okozzák, hogy ő boldogtalan legyen. Ezeket úgy hívják, hogy elnyomók. Az pedig a bolygón minden ötödik ember. Tehát elég síralmas a szám. És ezért tudni kell ezeket a személyeket felismerni és kezelni. No, szóval a lényeg az, hogy csupa olyan témákról tanulunk, amit az életben tudunk használni, és ezekhez megkapjuk a módszereket is. De hát, ha bármi kérdésed felmerült volna, és most nem hallottál, vagy nem kaptál választ a kérdésedre, semmi gond, kérdezd azt, aki meghívott, ugye, aki beregisztrált, vagy a vezetődet, vagy az igazgatódat. Ha nem tudod, hogy kik voltak ezek, akkor semmi, vagy kik ezek, semmi gond, akkor keresd az irodánkban a vezetőd elérhetőségét, jó? És nézd körül a weboldalon egy csomó információt találsz, nézd meg a videóimat, és legyél hivatalos tanulónk. Tehát legyél hivatalos tanulónk. Tehát ne csak a díjmentest nézd. Ha a díjmentes tetszett, akkor gondolj bele, mennyire tetszhet a nem díjmentes. És ez olyan áron van kikalkulálva, hogy biztos, hogy nem lesz megerőltető számodra a tandíjnak a fizetése. Tehát ma óránként 330 forintért semmilyen képzést nem kap az ember. Jó, úgyhogy nagyon jó volt veletek lenni ezen a hétvégi szemináriumon. Remélem, ti is így éreztétek magatokat, mint én nagyon jól éreztem magam. És nagyon örülök, hogy egy héten belül megint találkozunk. Nem mindenkivel, de sokan azok közül, akik itt vannak. Pénteken találkozunk, ugye megyünk Velencére a Juventus Hotelba, vezetőképzőre, és ugye ott leszünk három napig, tehát nem csak egy ilyen egynapos, mint most, hanem ilyen bentlakásos lesz, úgyhogy ennek nagyon örülök, mert hamarosan találkozunk. De most az a lényeg, hogy itt voltatok, és mindenkinek nagyon jó utat kívánok hazafelé, mindenki kapott cédulát, hogy rendezvényen voltunk. Jó, akinek autója van nyilván, most arról van szó, ugye az autósokról. Jó, tehát, mert hogy ki tudjunk menni a kapun díjmentesen. Köszönöm szépen a személyes részvételeteket, illetve örülök azoknak is természetesen, akik élőben vették igénybe a képzést, és természetesen, akik majd felvételről fogják igénybe venni. Mindenkinek nagyon sok sikert kívánok, jó utat hazafelé, érjétek el a céljaitokat, jó? Használjátok azt a tudást is, amit ma kaptatok. Remélem sok hasznos dolgot tanultatok a mai nap folyamán is. Szeretlek benneteket, sziasztok!